Szervezetben kezdted az óvónői hivatásodat a Kossuth utcai egycsoportos óvodában. 1978-ban költözött az intézmény a mai épületbe, akkor már mint friss diplomás folytattad, nagy ambícióval, empátiával nevelted a gyerekeket. Szavaidat idézve, mindig arra törekedtél, hogy a rád bízott gyerekek a legjobb tudásod szerint szeretettel és empátiával nevel. Eddigi életed a gyerekekről szólt, és hogy mindig mindenkinek meg akartál felelni. Munkahelyeden vezetőként és beosztottként meg kellett felelni az egyre megújuló és egyre sokasodó elvárásoknak. Mindig tudtad a kötelességedet, mindig teljesítetted a teendőidet, mind a családban, mind a munkahelyeden. Személy szerint én is köszönettel tartozom. Te voltál az, aki segítettél beilleszkedni az óvodai közösségbe, és segítettél mindenben, önzetlenül, teljes odaadással. Az a személy fontos az életünkben, akinek a hiányát megérezzük, és aki nyomot hagy maga után. Marika néni, te egy ilyen ember vagy. Mindig lehetett rád számítani. Soha nem azt kérdezted tőlem, miért fessük be az eget, hanem azt kérdezted, milyen színűre fessük. Nem volt számodra lehetetlen. Zálóigévé vált közöttünk, hogy majd Marika néni megoldja, fiatalokat megszégyenítő fölgességgel és energiával. Magam és a kollégáim nevében azt kívánjuk neked, hogy az elkövetkező nyugdíjas éveiben találd meg az utadat. Átszállás után azon a másik állomáson. Valósítsd meg az álmaidat, élj a saját örömeidnek, találjál magadnak olyan elfoglaltságot, amivel még hasznos lehet önmagadnak és környezetednek. Hiszen most jöttek el azok az évek, amikor saját kedvüléseidnek is áldozhat. A nyugdíjkor valójában jutalom, az élet ajándéka. Kívánjuk, hogy sokáig élvezhess ezt a jutalmat, és kívánunk neked hosszú, tartalmas, egészségben megért nyugdíjas éveket. Ne feledkezzél meg rólam. Juhász Gyulán szavaival búcsúzom. Szomszédakból időnként szívembe sok egy drága zaj. Belüls madárcsicselgés, gyermekkacaj. Így ha egy boldog világból üzenné valaki nekem, hogy van öröm, ifjúság, áldott, felhőtelen. És egy megtisztelő feladatomban még Marika néninek, az Emberi Erőforrás Minisztériuma Fábián Istváné részére a pedagógus szolgálati emlékérem elismerést adományozza. Balogh Zoltán miniszter aláírásával. Köszönöm.